Az év második negyedévétől pozitív fordulat várható a gazdaságban a Magyar Bankholding elemzése alapján. A szakértők a forint árfolyamának stabilitására és az infláció tartós csökkenésére számítanak. A pénzromlás mértéke az év végére akár 6-7%-ig is mérséklődhet, éves szinten viszont így is elérheti a 18,5%-ot, ami jóval magasabb a kormányzati tervnél. Az energiaárak folytatódó visszaesése miatt a következő években a GDP növekedése akár tartósan meghaladhatja a 4%-ot, legalábbis erre számítanak a Magyar Bankholding szakemberei. De nem ez az egyetlen pozitív várakozásuk. A makrogazdasági elemzők szerint a következő negyed évtől elindulhat az infláció tartós csökkenése. Év végére az infláció 6-7% környékére süllyedhet, tehát 6,5% körüli szintre, és emiatt az éves átlag a jelenlegi előrejelzésünk szerint 18,5% lesz. Ez azonban jóval magasabb, mint amit a pénzügyminisztérium prognosztizált március végén. A kormány ugyanis 2023 egészére 15%-os inflációval számol. Szupán Gergely arról is beszélt, hogy az enyhe télnek köszönhetően kedvezőbb helyzetbe kerülhetnek azok a háztartások, melyek általányban fizetik a gázfogyasztásukat, hiszen ha mérsékelték a fogyasztásukat, az éves leolvasás után kisebb számlát fognak kapni. Ez egy minimálisan magasabb, mint a tavalyi. Az előző negyedévi átlaghoz képest 3000-rel, az egy évvel ezelőtti szinthez viszonyítva pedig 16000 fővel emelkedett a munkanélküliek száma. Ahogy arról Horváth András vezető elemző beszélt, 2023-ban 3,9%-os munkanélküliséget várnak. Fundamentális változás nem lesz a magyar munkaerőpiacon, illetve még egy tényező, ami a pici emelkedést okozhatja, hogy szektorokon belüli átrendeződéssel számolunk mi is. A viszonylag alacsony munkanélküliségi rátával a pénzcentrum által vizsgált 100 ország közül a 14. helyen állunk. A forint árfolyamában a jelenlegi szintekhez képest a közeljövőben nem várnak jelentősebb erősödést a szakértők, bár átmenetileg több tényező is kilendítheti az árfolyamot. Ha megtörténik és megszületik a megállapodás a bizottsággal az EU-s pénzeink kapcsán, az rövid távon akár egy 5%-os forint erősödést is okozhat, illetve az év második felében az alacsonyabb kamatkörnyezet, az MNB kamatcsökkentésének a megindulása az, ami rövid távon felfelé lendítheti a kurzust, de akkor sem számítunk jelentősebb markás forintgyengülésre. A Magyar Bankholding 378-as euró-forint árfolyam szintet prognosztizál év végére.